Sziasztok! Újabb csomag érkezett, szeretnék kibontani nektek egy routert, hogy pontosan milyen, azt majd mindjárt kiderül. Ezt tudni kell, hogy a kedves barátnőm lepett meg vele, szóval köszönöm szépen neki. Egy pillanat csak, segítség, hozom a kést. Ezt is becsomagolták rendesen. Ez meg is van. És itt van. Ez egy D-Link Wireless and Home Router. Tehát itt a doboz elején hát írja magának a cégnek a nevét, hogy N-szabványos, 300 megabites, Creator, tehát csinálj gyors wireless, tehát kábel nélküli hálózatot. Itt security, gondolom van rajta valami biztonsági gomb, ami mit tudom én mit csinál. A gyorsasága, hogy nagyon gyors, blablabla, bla, bla, és hogy könnyű telepíteni magát a routert. A jobb oldalán írja, hogy mit tartalmaz a doboz, egy CD-t, és hogy hogyan kell használni. Gondolom van hozzá egy ilyen kis USB stick is. Régen adtak hozzá, írja, hogy mivel kompatibilis Windows 7-tel, IPv6-ot is ismeri, szóval ez most már jó lesz. Intel, mondjuk az Intelnek nem tudom, mi köze van hozzá, de mindegy. BGN szabványos Wi-Fi, és kb. Ennyi. A bal oldalán írja a méreteit, hogy a rendszerkövetelményt, méreteket, milyen konnektált, hogy van LAN port, van 4 darab, 10x100 megabit, a WAN port is 1x100 megabites, wireless N-szabvány 2,4 GHz-en, wireless G-szabvány 2,4 GHz-en, és további dolgok. A hátoldalon is hát kb. Ugyanazt mutatja, amit elől és hátul. Itt mutatja, hogy kb. Milyen, tehát hogy ez mindent tud végül is. Annyi, hogy a Quadban még gyorsabb valamivel, de ez nekem bőven elég. Na lássuk, mit tartalmaz a doboz. Újra itt a kés. Most készültem, nem mint máskor. És persze, még így se tudom felbontani. Vagy mégis. Na jó, sikerült. Tehát a dobozba ennyi, kapunk egy, fogalmam sincs mi ez, gondolom ez ilyen kis talpak lesznek majd alá. Kapunk egy könyvet, gondolom, és itt a telepítő CD is benne, hát elég, semmi érdekes. Itt gondolom ezek is ilyen utasítások, itt a garancia papír és használati utasítás, lássuk, van benne magyar nyelv. Francia, spanyol, olasz, holland, ebbe egyszer nincs. Ez a telepítési útmutató. Francia, olasz, van magyar is. Csomag tartalma, termékbeállítás, stb. Tehát van hozzá magyar segítség is. Ezeket is félretesszük. Itt van a tápellátáshoz. Végre egy kicsi adaptert adtak, a régi routerekhez minden bazi nagyokat adtak, elég volt nézni. Itt van, ez gondolom a supportja lesz, mert fel is lehet állítani, vagy nem tudom ez mi lehet, majd elválik. Itt van maga a router, amit majd később kapunk hozzá, látom egy WAN kábelt is, ami jól jön, vagy van francot, ez egy LAN kábel. Na, ezt gondoltam úgyis, hogy fog kelleni vegyek, de akkor nem. És van maga a router. Nagyon kicsi darab. És nagyon jól néz ki. Ezt tudni kell, hogy két antennás, két dB is lehet állítani. Ezt leveszem róla, ezt a sigilt. Azt írja, hogy nem szabad levenni először a telepítő CD-t.
kell betenni, de hát kapja be. Hát a zajáról persze nem lehetett normálisan levenni. Na mindegy, itt van a, hát az új lenyomatokat nagyon gyűjti. Látszik rajta. Tehát itt hátul itt van a van, négy lamport, ahova dugjuk majd az áramot, és itt kell majd itt lehet reszetálni a routert, hogyha baj van vele. Az aján mutatja ugyanazt, amit én most elmondtam. Elől vannak a ledek, típus, verziószám, és körülbelül ennyi. Ha bármi kérdésetek van, vagy észrevételetek, akkor szóljatok. Itt van egy refresh gomb, most látom. Igen. Na, ha bármilyen kérdésetek van, vagy bármi, írjatok nyugodtan kommentet, osszátok meg a videóim. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!